Ha eljutok a Farkas utcába, akkor ott van egy busz. Na, ezért kell elmenjél. Így van, hiszen pálosan szép az élet. Pálosan szép az élet, és a Farkas utcában egy pálos kiállítással tele tömött buszt lehet megnézni. Nekünk pedig vendégeink vannak a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntjük Sudár Anna Máriát, a pálos buszos kiállítás kurátorát, és Botton testvért. Köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk a Magyar Napok televíziójába. Jó napot kívánok! Induljunk onnan, hogy megjött a busz. A busztól, igen. Tehát ez nagyon különleges. Röviden tudni róla? Nagyon röviden, nagyon sokat lehetne mondani róla. A Pálos kiállító busz címe Pálosan szép az élet, ahogy ezt önök is mondták, és azért gondoltuk, hogy ez a cím megfelelő, persze egyeztettük a szerzetes atyákkal, mert hogy sugallni szerettük volna azt, hogy boldogságot hozó dolog szerzetesnek és papnak lenni, és egyáltalában nem egy avittas életforma. Tehát miközben 800 esztendő történetét mutatja be a Pálos kiállító busz, csak nem 800 esztendejét, az egyetlen magyar alapítású és máig létező férfi szerzetes rend történetét. Közben azt is akartuk ezzel mutatni, hogy ez jelen idejű dolog is, és hogy modern életforma is pálosnak lenni, szerzetesnek, papnak lenni. A kiállító busz egyébként most már több mint egy éve járja útját. A Covid volt az, ami megszakította egy kicsit ezt a hosszú sorozatot, és most már csak nem 17 ezer ember látta a kiállítást. Magyarországon és Erdélyben. Ezért közben ilyen kockát látunk. Pálosan szép az élet? Igen, ezt valóban állíthatom én magam is, hogy pálosan szép az élet. Most már több mint 30 éve tanúskodhatok róla. És azért is szép, mert hogy itt van a hátam mögött 750, majdnem 800 év. Egy olyan csodálatos történelem, ami szorosan összefonódik a magyarságnak a történetével. Rendkívül gazdag, nem csak a hitélet szempontjából, kereszténységünk szempontjából, hanem nagy gazdag kulturális örökséggel is rendelkezik rendi közösségünk, és hál' Istennek egyre többen foglalkoznak vele. Nem magyar csak... alapítású rend, ez azért nagyon fontos vonatkozás. Így van, igen. Tehát az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesen női közösségek vannak, de férfi szerzetes rendből az egyetlen valóban. És hát azért az is nagyon fontos, hogy most talán mondhatjuk azt, hogy újra virágkorát éli Erdélyben, nem? Tehát, hogy azért eltűnt egy időbe, és hogy ennek azért most egy egészen friss, új története, mind a mellett, hogy mennyire régi. Hát a proféta nő szóljon önből, hogy virágkorát éli, de egyelőre mégis azt érezzük, bár ketten vagyunk csak egyelőre Hargitafürdőn, de az, hogy minél többen megismerték és megismerhették a pálos rendet, azért ez nagyon sokat jelent számunkra itt Erdélyben. Azt gondolom, hogy ez alatt a még nem egészen 8 év alatt, amióta itt vagyunk, most már egészen másképpen tekintenek ránk. Pálosokra. Miért, hogyha már idejöttünk a 20. század, 21. századba, miért tartották fontosnak azt, hogy Erdélyben ismét legyenek pálosok? Milyennek a Hargita fürdői? Hát volt egy szó, amit említett, az ismét, tehát, hogy ismét legyenek pálosok, ezt tartottuk fontosnak igazából. Egy olyan időszakban, amikor még abban is bíztunk, hogy talán sorban fognak állni a kolostornak az ajtajánál, hogy majd jelentkeznek. Persze most tudjuk, azért a hivatások egy kicsit csökkentek minden tekintetben, de azt gondolom, hogy optimistának kell lenni, és a jövőbe ezért is építünk kolostort, mert bízunk abban, hogy lesznek olyanok, akik szeretnének pálosok lenni. És a másik, amit fontosnak tartok, hogy a ma embere, aki tele van rohanással, be van osztva az ideje, nagyon vágyódik arra, hogy elcsendesedjen, a mi kolostorunk szeretne egy kicsit ilyen ideglenes szerzetesi hely lenni olyanoknak, akik egy hétre, vagy két hétre, vagy öt napra el szeretnének csendesedni, és velünk imádkoznak, semmi más nem történik, csak ott vannak velünk. Amúgy erre volt sok-sok példa a történelem folyamán, hogy egy szerzetes közösségbe és hozzánk pálosokhoz is eljöttek egy kicsit elcsendesedni, felüdülni, áthangolódni, hogy aztán utána a forgatagban újból hely tudjanak állni. Hargitafürdőn megteremtődött ez a hangulat? Van olyan ember, aki elmegy és azt mondja, hogy itt jó maradni egy picit, jó itt lenni? Így van. Annak ellenére különben egy üdülő övezet is, tehát azért ott néha hétvégeken azért megy a dáridó, de alapjában véve csendes hely. És maga a millió, tehát ott fönt azért 1400 méter magason, a Hargita tetején azért nagyon sok csend van.
a fenyőfáknak az ölelésében, ott lenni a Jóisten közelében, ez sok ember számára már fontos volt, és voltak, akik valóban eljöttek, és áthangolódott az életük, vagy megerősödtek. Én azt mondom, hogy akkor szakítsuk meg a beszélgetésünket egy pár perc erejéig. Igen, mert van egy rövid filmecskénk arról, hogy milyen az élet Hargita fürdőn. Önöknél az udvarhelyi kollégák készítették ezt a filmecskét, és most megnézzük. Az ásványvizeiről és mofettáiról ismert Hargita fürdő gyönyörű természeti környezetben fekszik. Habár falunak nevezik, valójában alpesi jellegű fürdőtelep. Nyáron erdei gyümölcsöt, gyógynövényt gyűjteni, vagy csak megpihenni jönnek ide a turisták. Télen pedig síparadicsommá válik a hely, mi több, mókás kerge olimpiát is tartanak itt. Hat évvel ezelőtt felröppent a hír. Pálos szerzetesek telepednek Hargita fürdőre. A történet egy megemlékezésen kezdődött a Gyulafehérvárhoz közeli Tövisen, ahol valamikor ugyancsak éltek pálosok. Ezen az ünnepen jelen lehettem egyik konfráterünkkel, ez a konfráter, ez tiszteletbeli pálos jelent, egy világban élő ember, aki bármilyen okból kifolyólag a rend iránti ragaszkodását, a rend azzal jutalmazza, hogy a rendnek a lelki közösségébe fogadja. Ő különben irodalomtörténész, Sarbak Gábor, aki nagyon jól ismeri a pálos rend történetét, és hát ketten mentünk Tövisre, erre a szép ünnepségre, ahol kellett a pálosokról egy előadást tartanom, és ezután, ahogy mi visszatértünk nem sokkal, Jakubinyi György érsekatya küldött a tartományi központba egy meghívó levelet, amelyben az állt, hogy szeretettel várja a pálos szerzeteseket Erdélybe. Ott kérünk, hogy szolgáid, akiknek újonnan elkészült házát fölkerestük, téged hittel hallgassanak, imádságukban téged kérjenek, munkájukban téged keressenek. 2014-ben Jakubinyi György akkori érsek áldotta meg a Hargita fürdői rendházat, ahol elkezdődött az ide telepedett pálos szerzetesek szolgálata. Vannak dolgok, amire tudunk hatni természetesen, tehát itt a környezetünkre, szerencsére magyarországi segítséggel föl tudunk tudni építeni egy kisebb jellegű kolostort itt a plébánia mellett, ilyen 5-6 cellás kolostor, ami azért is fontos, mert ez a ház, amiben vagyunk, ez egy nagyon kellemes épület, viszont arra, hogy vendégeket fogadjunk, nem alkalmas, kicsi ahhoz, viszont ha egy pálos szerzetes szeretne itt egy kicsit elcsendesedni, vagy akár papok szeretnének eljönni lelki gyakorlatra, vagy bárki más szerzetes életben intenzíven részt venni, erre ez az épület ilyen formában nem alkalmas. Özséb atya életével példát adott mindannyiunk számára, hogy a szétszórt lángokat összegyűjtve mi is az egységre törekedjünk. Január végén Hargita fürdőn is megnyitották a Boldog Özséb évet. A Szent Misén Tamás József nyugalmazott püspök a rend máig életerős lelkiségéről beszélt. Boldog Özséb, amikor a pilisi erdőben remetéskedett, csodálatos látomása nyomán összegyűjtötte az ott élő remetéket. A pálosok ma már otthon érzik magukat Hargita fürdőn, a főegyház megyei élete pedig gazdagabb lett általuk. Valamikor a történelem folyamán Erdélybe is voltak pálosok, azok a remete elnevezésű helységek is mindenre utalnak. Gondolatunk Gyergya remetére, aztán Homoród remetére is még lehetne ezeket sorolni. Mi nagyon hálásak vagyunk a pálos atyáknak, hogy már 6 éve, hogy itt vannak közöttünk. 6 év nem olyan hosszú idő, de ebben a időben ki tudtunk alakítani velük egy olyan jó kapcsolatot, amelyben úgy érezzük, hogy egészen a mieinké lettek. És ők is nagyon jól bele
illeszkedtek a székely embereknek az életébe. Az itt élő 200 lelkes hargitafürdői közösség az elmúlt években ugyancsak megismerte és megszerette a pálosokat. Nem tudtunk semmit róluk, ez így igaz, sőt, még mikor arról volt, hogy na 5 órakor érkeznek délután, és várjuk kis közösségbe, nagyon kevesen tudtuk összetoborozódni, hogy őket úgy fogadjuk, ahogy szerettük volna, de azóta, hál' Istennek, ez kialakult, és valóban nagyon-nagyon sokat gazdagodtunk kidben, és a szeretet belőlük csak sugározik. A megannyi közösségi munka, a rendszeres szentmisék és az itt tartott lelki gyakorlatok mellett az imádkozás tölti ki a pálos szerzetesek mindennapjait Hargitafürdőn. És mivel fontosnak tartják a hivatások születését, ezért is imádkoznak. Cél volt az is, hogy hivatások legyenek, de ez az a helyzet, hogy eleve most már Erdélyben sajnálatos módon rohamosan csökken egyáltalán a hivatások száma, akár az egyházmegyei szemináriumban, vagy más szerzetesrendekben. Ilyen formában mi is hasonlóképpen vagyunk, pontosabban, hát ha már az ismertebb helyekre nem mennek, vagy kevesebben mennek, akkor mi, aki kevésbé vagyunk még ismertek Erdélybe, hát úgy tűnik, hogy kevesebben választják a pálos hivatást. És még egy célunk volt, hogy azzal, hogy itt vagyunk Erdélyben, ezzel szeretnénk a pálos rendnek a megismertetését minél inkább elterjeszteni Székelyföldön, illetve az erdélyek körében, minél többen tudjanak róla, hogy van egy magyar alapítású szerzetes rend, amely hát, ha két szerzetessel is, de itt van Erdélyben. Imre testvére a rendház felépülése óta Hargitafürdőn él. Ő is azt szeretné, ha minél több pálos hivatás lenne. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon egyéni dolog. Szerintem mindenki másképpen ragad meg a Jóisten. Hát engem például az imádság szeretete vonzott. Egy beszédemből is lehet hallani, Palócföldről származom, egy milyen vallásos családban nőttem fel, ahol rendszeres volt az ima élet, a szentmisére járás. A mai világban nehéz az elköteleződés a fiatalok részére. Ezt észre lehet venni a házasságban is, hogy együtt élnek, nem kötnek házasságot. Hát most mi egyébként is Botondatyával és minden pálos szerzetes, minden nap imádkozik pálos hivatásokért, de ezen felül most itt lett egy, hogy úgy mondjam, civil kezdeményezés, alulról jövő kezdeményezés, hívek részéről, hogy hétfőn este, 9 órakor imádkozzunk pálos hivatásokért, úgyhogy ezt ők kezdeményezték a hívek, és jelenleg úgy tudom, hogy 50-valahány testvér van, aki imádkoznak velünk együtt hétfőn este, 9 órakor, egy 10 rózsafűzért, vagy akinek ideje engedi, az egy teljes rózsafűzért ajánl fel pálos hivatásokért, a boldog is év alkalmából. Bőséges áldásoddal áld meg ezeket a motorokat. A hargitafürdői pálosokat, illetve a házfőnököt ma már az udvarhelyszéki motorosok is jól ismerik. Nem véletlenül, hiszen Botondatya szeret motorkerékpárral közlekedni. A Magyarországon létrehozott motorkerékpálosok közösség tagjaként nemrég az udvarhelyszéki kollégákat is megáldotta. És továbbra is pálosan szép az élet itt, a Bánfi udvarban is, pontosabban a KMN TV-nek a stúdiójában, ahol beszélgetünk a pálosokról, és a Farkas utcában lévő buszról, ami elhozta nekünk ezt a kiállítást. Mondhatjuk azt, hogy egyfajta népszerűsítés miatt került sor ennek a buszos kiállításnak a megszervezésére, kialakítására? Igen, nem csak a buszról van szó, hanem sok-sok egyéb lépésről, amelyet a rend kezdeményezésére az elmúlt években megtapasztalhattak a magyarországiak és a környező országok magyarsága, kiadványok és egyebek. A buszra visszatérve, ugye a pálos szerzetes rendet 1786-ban feloszlatta II. József ugyanúgy, mint sok más szerzetes rendet. És ez azért fontos ezt az évszámot tudni, mert ezt követően csaknem 150 évig nem tudtak visszatérni a pálosok. Csak 1934-ben, és akkor is csak 16 esztendő adatot, mert aztán a kommunista rezsim oszlatta fel a pálos rendet.
És ugye kimaradt a hosszú 19. századnál is hosszabb idő, a magyarság emlékezetéből pedig kihullott a rend. Az a rend, amely egyébként a magyar középkornak az egyik legismertebb és legnépszerűbb szerzetes rendje volt a ferencesek mellett, olyannyira, hogy az Árpád-ház kihalása utáni két legjelentősebb magyar király, Nagy Lajos király és Hunyadi Mátyás is nagyon szoros kapcsolatban volt, személyes kapcsolatban a pálosokkal. Mária Nosztra kolostorát... Most kalandozunk a vágóképeinkkel, vannak igen, róla felvételi. Mária Nosztra kolostorát például Nagy Lajos király alapította, aki nagyon sok időt töltött ott, sőt, gyóntatói páros szerzetesek voltak. Hunyadi Mátyásról nagyon nem tudni, az elmúlt évtizedek tudatosan kimosták az oktatásból, hogy milyen hívő uralkodó volt. Gyakorta kijárt a budai pálos generális székhelyére, Budaszentlőrincre, ma a romok megtalálhatók, és ott gyakran beszélgetett a rendfő. Most ha ezt mind meg tudják mutatni a buszban. Meg tudjuk. Fel tudjuk villantani, ugyanis nem kronológiai történetet adunk a buszba, de ezt azért hangsúlyoznám, mert hogy azt kérdezték, hogy ismeretterjesztése. Hát igen, mert hogy kihullott. Annyit se tud a magyarság a pálosairól, akiket régen így hívott, hogy pálosaink, mint amennyit a ferencesekről tudnak, amely ugye nem egy magyar alapítású szerzetes rend, noha nagyon fontos története van Magyarországon. A buszban metszeteket mutatunk, a nyolc boldogság Máté evangéliumából ismert mondásaira, boldogság mondásaira vannak fölfűzve a történetek. Itt például találhatnak egy vaktérképet, ahol a kolostorok számosságát lehet látni a királyi Magyarországon. Kiemelve az öt jelenlegi kolostort, négyet Magyarországon, és ugye a Hargita fürdői az ötödik. Tehát nagyon sok irányba el tudunk kalandozni, és még egy fontos dolog, a multimédia elemek sokasága, öt monitor látható a kiállításon, többek között egy 20 perces kisfilm, amely azzal a hat idős atyával készült, aki a rend betiltása idején, de hát a kommunista időszakban lépett be a titkosan működő pálos rendbe, és ezt mesélik el ebben az összevágott dokumentumban, hogy hogyan találkoznak a renddel? Nagyon sok helyen járt már ez a buz, úgyhogy nem állná meg a helyét a kérdés, hogy szeretik-e a nézők, de milyenek a visszajelzések, mikor végigjárják a buszt? A visszajelzések általában a rácsodálkozásnak a visszajelzései és a hála visszajelzései nagyon sokszor. Nagyon sokan úgy csodálkoznak rá, hogy jé, tényleg? Sokakat megfog ez a cím, amit önök is felemlegettek, Pálosan szép az élet, és nyilván a multimédia elemekre is nagyon sokan reagálnak. Egyébként a busz járt Lengyelországban is, a Pálos rend jelenlegi központjában is, és ott például, ahogy visszahallottuk, nagyon nagy rácsodálkozás volt ott is a lengyel embereknek, akik ugyan tudják, hogy Częstochowa, ahol a Fekete Madonna ikonja van, amely Magyarországról került oda, az a lengyel nemzeti szenté, illetve hát ugye a Fekete Madonna a kegyképe nagyon fontos számukra, de azt ők nem tudják, hogy a pálosok magyar eredetű szerzetes rend. Noha ők is kötődnek hozzájuk, és még valamit hadd mondjak el, azt se tudták a lengyelek, hogy Magyarországon a kommunista időszakban be voltak tiltva a szerzetes rendek, mert ott ugye nem. A lengyeleknél ezt nem merték megtenni a kommunista hatalom birtokosai. Tehát mindenütt a rácsodálkozás, csak nem 17 ezer ember, aki látta már a kiállítást, és sok-sok kérdés hangzik fel, amelyekre igyekszünk válaszolni. Hogy hányan vannak ma a pálosok? És hogy lesznek-e több? És hogy lesznek-e többen. Egyébként Botond atya már ezt előbb beszélt, de ez a gondolat is részben tőle származik, és azért is merem így most így megosztani, hogy egy ország szerzetesei és papjai olyanok is úgy vannak, ahogyan az ország. Tehát amilyen állapotban van. Ha több, azt tudom válaszolni, hogyha több elköteleződés lesz. Kénytelen vagyok megszakítani. Igen. Elmúlt az időnk. 3, 2, 1, viszontlátásra. Köszönjük szépen!